Az 1950-es és 60-as évek egyik legnagyobb költőjének számított Sylvia Plath. A művész életét sorozatos tragédiák árnyékolták be, gyermekkorában elveszítette édesapját, férje és mentora Ted Hughes pedig gyermekeivel együtt elhagyta, így 31 évesen önkezével vetett véget az életének. Művei a mai napig rendkívül népszerűek. Polotás Csongor Fényből faragott emberlét című kötetében 124 alkotás kapott helyet. A műfordító az egyetemi évei alatt ismerkedett meg Plath költészetével. A versek lefordításánál, amennyire csak tudott, igyekezett hű maradni az eredeti alkotó szellemiségéhez. És akkor is Sylvia Plathra figyeltem föl. Tehát meg volt otthon a kötete, az Üvegbúra, beleolvasgattam egy-két versébe, és ez kézenfekvő volt, egyértelmű volt, hogy őt fogom fordítani. Ő egy meglehetősen ismert alkotónő, mennyire volt lefordítva a kötetei korábban, hogy így 60 évvel a halála után fordította le például az egyiket? Hát abszolút ismert, tehát ha lehet azt mondani, hogy az Egyesült Államokban ő a legismertebb költőnő, és a költők között is összességében is a legismertebbek közé tartozik. Neki ez feltett szándéka is volt, hogy ő legyen a legismertebb, leghíresebb amerikai költőnő. Ennek megfelelően világszerte nagyon sok nyelvre fordították le. Magyarra is már az 1970-es években lefordították, méghozzá Tandori Dezső. Majd a 2000-es évek elején készült egy újabb műfordítás, hozzávetőleg 100 verséről. Alapvető, hogy az angol nyelvben hogy az angol költészetben a rím nem annyira fontos, mint a magyarban. Helyenként szorványosan jellemzik rímek egyébként a Sylvia Plath költészetét, de valóban a magyarra tanácsos, ajánlatos úgy lefordítani, hogy sokkal több a rím. Mert ezt teszi lehetővé a befogadást. Tehát annyira nehéz szövegek sok esetben, bonyolultak, olyan látásmódot igényelnek, hogy pont a rímek sokasága, sok szertelen rím, ami megkönnyíti a befogadást. Hát természetesen egy új alkotás keletkezik azáltal, hogyha valaki lefordítja a saját nyelvére ugye az idegen nyelvű alkotást. Erre van egy eléggé közismert vagy ismert műfordító szakkifejezés, a szép hűtlenségnek hívják ezt. Tehát ezt kell figyelembe venni, de én úgy gondolom, hogy hát pár ember olvasta már ezeket a műfordításokat, és azt mondták, hogy szerintük azért alapvetően hű maradtam az eredetihez. A fordító először Plath utolsó versét ismerte meg, amelyet néhány nappal azelőtt publikált, hogy eldobta az életét. Polotás Csongor szerint a költő egyfajta látó volt, aki olyan világba nyert bebocsájtást, amely a hétköznapi emberek számára ismeretlen. Éppen emiatt lehet némi kettőséget érezni Plath műveivel kapcsolatban. Ez egyértelműen megmutatkozik, kiviláglik a verseiből. Persze ezt nem lehetett bevallani sem akkor, sem most. Tehát ő neki volt rálátása ugye a kulisszatitkokra, arra a világra, amely ugye sokak számára, vagy a legtöbbünk számára láthatatlan. 2023-ban hogy látja, kik azok, akiknek leginkább szólnak Sylvia Plath versei, hiszen finoman szólva sem pozitív kicsengésűek ezek a versek, különösen az élete utolsó évtizedében, illetve a költőnő sorsát ismerve? Hát a látóknak mindenképpen ajánlani tudom. Volt egy úriember, aki szintén magát ugye látónak tartja, vagy nevezésvel olvasta. Tehát ő azt mondja, hogy valóban kifejezi azt, ami az ilyen típusú embereknél történik, az ő szellemükben, gondolatvilágukban. De egyébként, hogyha összehasonlítjuk a prózájával, az Üvegbúrával, ezek a versek inkább felemelőek. Tehát amikor az Üvegbúrát olvassa az ember, akkor lehet, hogy mély depresszióba zuhan, de a versek olvastán biztos, hogy nem. Tehát abban a szépség a maradandó és a megkapó. Az est során a gyűjteményből több Sylvia Plath verset is Solymosi Gabriella versmondó olvasott fel a résztvevőknek. A nő immár készen áll. Halott. Testén a befejezettség mosolya ül. Görög végzett. Ábrándja úszik köntösén. A csupasz lábak ím szólni kélnek. Eddig jutottunk, nincs tovább. Két hol gyermek rákulcsolódva. Két fehér kígyó, két kerek csupron. Melyek